Na most a hajad, ne rángass már, a hajad megmutatja, hogy mennyire fúj a szél. Bike, négy betű, nem? Négy betű. És... legyen már Szepesi. Szepesi, VS Szepesi. Legyen 85! Csapolj bele! Csapolj bele! Na, a lényeg, hogy nagyon fúj a szél. Nem, már amúgy nem, fúj a jó. Megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a videóból. A fiatalabbik kezd. És rá? Fiatalabbik kezd. Akinek betűrendben hamarabb van. Nekem nem jó, de mi kezdjél. De akkor Alex kezd. Te kezded? Ennyi. Jó. Hát akkor kezdjük. Mi legyen? Legyen egy KPR-ről a boxról le. Jó. Csillag. Hagyjuk, hogy mi a következő trükk, Tibi? Aerial Ken-Ken Tire Grab. Szerintem megvan az első betű. Nem próbálod meg? Ilyet? Nem. Ha! Egy 90 kp tap, 90 féki. Igen. Igen. Jó félek. BB. Várjunk. Szögezzük le, hogy mi a tétje a meccsnek. Hát a vesztes nem alszik otthon. Mi van? Nem jöhet be a szobámba. Még anyunak is megmondom. Szerintem a tét. Ma estét azt fizetik. De akkor bármit költhetek. Hát ha nyersz. Ő is bármit költhet. Ez ne legyen tét, mert tudja, hogy nem nyerek. Na akkor kitaláljuk majd. Meghívlak egy valamire. Jó. Boxon, bar spin, tag, no hand. Tibi, hát láb nélkül nehéz felmenni. A jelskon a lábam. Oh. Ah! Drop on pass pre a kicsiből. Jó film. Aerial opposite pass pörgetés, fél fordulat. DS. Jó. Jó! Mint az első trükk azon a csúszóboxon, csak le null kéz. Segíts, segíts! Kösz, 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 kösz! Testvéri a szeretet, tudod. Én csinálok azon a döntésen egy ilyen pop DS Fujian Vászporgetés, nem? Aha. Azt meg az egy csúszott a kis 180 Vászporgetés a döntődből. Jó fele. Egy 80 bar. De ki? Úristen! Úristen! Drop opposite vászpörgetés. Nem láttál a lábaidat. Nagyon fáj, srácok, kezem. Úgyhogy van egy nyert, el ne higgyétek. Csinálok egy 1-80 no-foot ken-kent ki a döntésbe. Sose csináltam, én most megpróbálom, hátra bejön.
opposite kormánypörgetés tiltet. Csak... Azért belesültem a passzívot. Addig kérdezek egyet. Dupla KP a boxot. Háromat van invert a boxon, jó? Nekem nem jó! Jó féle! Negyedik betűm? Hát igen, szerintem. Te lettél a második szepesi? Hát... Oh. Nem szepesit játszunk? Nem, Game of Bike, négy betű. Ja, igazából az nyer, aki nem sérült le. Akkor nyertem. Az igazi győztes. Akkor én nyertem. Nem, na, akkor... Melyikőtök? Te lettél a jobbik szepesi ma. Lesz még a visz... Mátyó nyert. Várj egy pillanat, jön a... Villamos. Várjuk meg a villamos. Na szóval akkor Tibi lett ma a jobb is kefesi. Igen, de az öcsém még csak 14 éves, én meg 22. Igen, sajnos. Ezért még egy visszavágó kihívhat, hogyha nagy körülmetsz. Valamint van egy olyan jó ötletem, hogy szepesik a kenfek ellen. Így van, amúgy 16 éves, én meg 20. De ma poénos nap van. De ja, kihívjuk kemféket? Nem ellenfél egyik sem. Csumpi maximum. De azt majd meglátjuk. Beef párbaj! Na azért kövessétek ebbe a srácokat az Instagramon. Engem ne. De akkor. Bocs, megint jön a villamos. Gyorsan jár. Sűrűn inkább. De vegyünk fel egy visszavágót. És majd egy visszavágót is fel fogunk venni. Meg én kihívom a kemfeket. De ne taposd meg ezt a cipőt. De, így hívom ki a kemfeket. Kaptátok a beefet. Na, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, ha tetszett, és akkor... Tudja, hogy nem tetszett. És írjátok meg kommentbe, hogy melyik skateparkban legyen a kemf, hogy a szepesi skateparkban. Valami Rino rendben. Gyulán, tudom. Jó, adom. Na, és akkor... Hát iratkozzatok fel a csatornára. Én nem tenném. Ne is. Én nem vagyok feliratkozni. Nem is kellenek ilyenek. Nem kellenek nekem ilyenek. Na, hát és akkor csősztök.